kedves vendégek! Ismét azt jelenti ez a kis összejövetelünk, hogy túl vagyunk egy esztendőn. A több mint 20 éves múltan rendelkező Dunajvárosi Táborállási Polgárőrség megtartotta 2013-as évi beszámolóját. A kezdetben tapasztalatok nélküli polgárőrség azóta is működik, és lehetőségükhöz képest mindenhol jelen vannak, ahol szükség lehet rájuk. 1992. februárjában 72 fő táborállási kert tulajdonos és hétvégjász tulajdonos összejött az önkormányzati helyiségben, és az akkori állapotoknak megfelelően megnövekedett bűnözés miatt, illetve lopások, tolvajlások miatt döntöttek úgy, hogy Védjük meg saját magunkat, és alakítsuk meg a táborállási polgárőrséget. A 2013-as esztendőben a polgárőrség az általuk végzett három fő feladatot, a közterületi bűnmegelőzést, a forgalomirányítást és a figyelőszolgálatot, legjobb tudásuk szerint a legnagyobb odafigyeléssel és precizitással látták el. Idei esztendőben a polgárőreink kitettek magukért, a rendkívüli helyzet idején is. Mindig voltunk annyian, amennyi ember az adott feladat ellátásához szükséges. Bár gondjaink vannak, mert idősödik a csapat, és a 50%-a a létszámnak az már nem tud aktív járőrszolgálatot ellátni, ezért a szomszédok egymásért mozgalom keretébe foglalkoztatjuk őket. A polgárőrség szeretné a csapatot bővíteni, ezért arra kéri azokat a fiatalokat, amennyiben kedvet éreznek a feladathoz, bátran jelentkezzenek bármelyik Dunajvárosi Táborálási polgárőrtagnál.